Nos, elérkezett a nap, amikor elmegyünk, megveszünk a Leilának a listáját az iskolához. Tehát füzetek, mi kell még? Minden is. Minden is, hallottátok. Én mondtam nekik, hogy jobb, ha én nem megyek, minek ehhez két szülő. Mindenki jobban jár, mert még lehet meglátok valamit. Mert most nagyon sok leárazás van mindenfelé. De ennek ellenére azt szavazták meg, hogy én is menjek. Mondtam, hogy fájni fog. Nem? Honnan rösök csak. Majd hozzuk a izédet, a szemtakaródat. Akkor minek menjek? Nem, csak viccelek. Na jó van. Nagyon fúj most kint a szél. És nem is aludtunk túl jól. Hánykor keltettek minket a macskák? 4-kor a Jack. 4-kor jött a Jack. Pedig nem szokott ilyen korán meg, sőt mostanában nem is szokott. Aztán éreztem, hogy valamelyik a melkasomon fekszik, véletlenül a Lexi volt már a Jack az nehezebb. Aztán Lexi makogott, ilyen makogó hangokat adott a fülünkbe, meg a fejünkön mászkált, meg minden. Szóval nem volt egy olyan túl jó hajnal. Most meg Jack ott fekszik szexibe a szőnyegen. Jézusom, Jack! Megmutatod, apa? Oda viszed? Az asztal is még morzsás. Csak fogd meg a kamerát, aztán. A menet közben átfordítod, az nem fordul át a kép? Nem. Itt kiterült. Szexi fiú. Szexi. Nagyon csinos vagy. Igen. Most én is ráfeküdjek? Ja, azt kéne. Ezt megdagasztom. Meg kéne dagasztani, hogy ráfeküdj. Na. Na, szóval a Szexi Jack ott van. Ja, még Ragnarnak fogom megigazítani szerintem a haját. Olyan erősen befogta halgumival, hogy csuda. A Leila az ügyesen megcsinálta magának. Na, szóval megkávézok most, aztán megyünk is, mert... Megmutatod a hajadat? Na, gyere ide. Olyan ügyes, ilyen balerinásba fel tudja fogni a haját. Ott van. Ilyen kis kontyiba. Na, ügyes vagy. Na, szép is. Felkészültél a shoppingra? Aha. Felkészült. Itt mindenki felkészült. Én még ilyen felkészületlen. Jó, mi kell, találom a lábamra valamit gyorsan. Aztán kávé. És indulok. Megnézzük, mit tehetünk. A Leila egy kicsit bizonytalan volt először, hogy menjek-e, mert mondtam, hogy ha én megyek, akkor nincsen ilyen csiricsáréküzet, meg ilyenek, hanem az egyszerűbb. Mert úgyis az lesz a vége szerintem, hogy... Na mindegy, szétnézünk. Aztán annyi. Így legalább tudom kontrollálni a dolgokat. Így. Lexi benn van a kosárba, a szatyban. Azt hiszem bennem kell. Én az előbb olyan jó felvételt csináltam, hogy nem vettem le a fényképezőről, vagy erről a kameráról a kupakot. Rajta volt, úgyhogy tök sötét, úgyhogy hagyjuk is. Csak mutatni akartam a gazt is, hogy milyen szépen fúj a szél. Iszonyat szél van. Na de hát meleg, ez szó szerint csurda. Forró szél. De nagyon forró szél van. De ennek ellenére majd figyeld meg, lesznek emberek, akik kabátba lesznek, illetve hosszú nadrágban, mert fúj a szél. Melegítőben. Igen. Na jó, megyünk is. Hoztam ezt a hosszú listát? Itt van a zsebemben. Úristen, kétoldalas lista. Mondjuk abból van, ami megvan, tehát van még üres füzet. Azért nem? Nincs? Hát az nincs. Ó, basszus, akkor csak azt hittem, hogy van. Jó, oké, na, megyünk is. Tartam. Hát sajnos nem volt nálam az előbb a kamera, és nálam volt, csak nem volt bekapcsolva. Ugye van egy tó az utca végén, meg van egy odébb egy picivel. Az odébb picivel rendben van, de az utca elején lévő tó elkezdett eltűnni. Igaz? Aha. Le, cserepes föld, stb. A tónak a nem tudom mennyi része van csak meg. Majd hazafelé, ha jövünk, akkor majd megmondom Ragnarnak, lassan menjen, aztán megpróbálom megmutatni. Hát teljesen, na mindegy. Szóval mindenki szárad. Ott állnak benne a madarak. Igaz? Jó. A földön állnak a madarak. Csaurik. És valanka a halak? Hát igen. Azok hova lettek? Ez jó kérdés. Ó, csórikáim. Azok még ott vannak, ahol van víz. Tessék? Azok még ott vannak, ahol van víz. Abban a kis részben, abban már nincs elég oxigén nekik. Az kell. Halak. Köszönöm, mert végeztünk egy csomó helyen. Dekatlonban is voltunk, most beszaladtunk az agyba, és nem fogom lehallózni. Tehát most mutatom, hogy körülbelül ennyi fekvés. Igaz?
Aztán megtámogattunk egy pusztéren áruló dinnyárust. Dupla annyiba kerül a dinnyár, az igaz, mint máshol, de nem érdekel. Nem veszek multiba többet ilyen dinnyét. Legalább azt nem. Aztán vettünk most húst. Meg mit nem? Meg mit nem is? Azt a kókusztejeket azért nagyon lecsapja a húsi. Kókusztejet, mit tudom én? Hát most felső comb. Aztán most már következő körtől a otthoni hentes. Így van? Jó. Csak mindig olyankor akarunk húst venni, amikor nincs nyitva a hentes. Nagyon segítsünk. Vettünk ilyen laktóz, meg mit tudom én milyen mentes, meg gluténmentes virslét. Mivel már nem főztem, hot dog lesz a vacsora. Vacsora? Ebéd. Még a húst. Ne, még van ott hús, apa. Hol? Ott. Darált hús. Na, mi van akkor? Ez. Na, ezt megoldja okosba az én uram. Ne nyomd le! Megfalik. Kész. Pikáns, húsodat meg fog csinálni. Hello. Vettem neked egy újságot, igen? Vettünk egy újságot. Nem baj, ha te meg kiolvastad, akkor utána majd papa is kiolvas, mert ő is szeret újságot olvasni. Ja. Jön a borulat. Iszonyú meleg van, úgyhogy a kastély gizzül, földzengés, ha esik, az biztos, mert... Ja. Már tudi. Tudtó. Szóval voltunk a Decathlonban is. Vettünk a Leylennek 3 darab cipőt, egy kell tornaórára, kettünk a edzésre, meg versenyre. Tehát ugye nem mindegy, hogy milyen cipő, mert kifejezetten ilyen olyan kell, ami sporthoz való, az ő sportjához, hogy fogja a bokáját, rugalmas legyen, könnyű legyen. Szóval, illetve tornapólókat a tornaórára az iskolába. Hál' Istennek edzésre ott kap minden más. Úgyhogy ahhoz nem kellett, aztán meg volt a office depóból voltunk megvenni a mit? Papírt, hát az iskolában mi kell. Effektíve kész vagyunk. És most még beszaladtunk az Aldiba is. A kis húsiért. Zárva hentes nem nálunk. Mert van még egy kevés, de nem sok. Ó, de melegen van. Kivetted az inni valódat, édes? Aha. Na, jó van, nem minden az uram, aztán megyünk is haza. Szerintem nem fog beférni ott az ajtón. Apád, hallod? Mi? Szerintem nem fog beférni itt az olyan közel áll, ja. A másik kocsi. Nem hiszem, szerintem betuszkolja magát. Képes rá? Aha. Na figyeljük, hogy befér-e. Nem szólok egy szót sem, mert megint az lesz. Ó, bőven. Azt hittem, nem fogsz beférni. Hello. Micsoda? Hát ott olyan közel van az a másik, de csak úgy látszott, most már látom. Nem, hova van ott? Várj egy picit, mert én most bekötöm magam, ki ne esik. Csak elindítom magam. Na hát, nem tudom mennyire fog látszani. Ott a föld, a víz helyett. Hát, állnak benne a madarak, csaurik, ennyi a víz. A csónakok is már ott állnak kint a vízén. Tösz. Na itt egy kislány, aki azt mondja, hogy éhes. Nem vagy éhes, majd este leszel éhes. Egyébként ott van a kaján, de Leilának a cipői, egy ilyen halomba, ezeket vettük most. Ez lesz a meccsös cipő, edzőcipő. Ez a kék a tornacipő az iskolába, a fehér a másik edzőcipő, és a macska az edzőmacska. Igaz? Hát vannak itt ilyen mindenféle dolgok, ne haragudjatok, én most biztos, hogy nem fogom már hólozni. Merci. Leilike, a Lexi eszi a cipődet! Igen? Finom a cipő? Eszi a cipőfűzőt. Tényleg? Igen. Tedd el, légy szíves a cipőidet oda a szekrénybe, jó? Pillanat. Miért? Lexi? Te kézilabdás macska lány vagy? Ki baba? Na, jó van, csak megnézte. Szóval nem fogok most lehavulozni. Vettünk ilyen cukisárokat. Kikben már beköszöntött az ősz. Ja. Csináljuk a virslét, a hot dogot, aztán eszünk is. Hol a kis cica? Hát ki van itt? Jó napot kívánok! Szatrot eszünk? A sárból? Halló! Csókolom! Nem tetszene kiszállni? Kérem szépen!
Egy szatyor macska? Egy kosár macska? Na gyere, Lexikém, úgyis ki kell, most már mossam azt. Ki kell majd szednünk a belsejét. Nem. Jó van. Hát, tanultál, Jack is ezt csinált, amikor kicsi volt. Igen. Kacsingathatsz. Te. Rossz vagy? Nem? Nos, kitaláltuk, hogy holnap elmegyünk a Sopri Parkba, úgyhogy most elkezdtek a pékárót készíteni. Jack, mit csinálsz itt, könyörgöm? Tudod, hogy itt neked nem szabad feljönni, ki baba? Figyelj ide, most nagy bajba kerültél, mert lebuktál, oda menj, gyere, légy szíves. Gyerünk, mozogjál, most feltöltlenítettem le utánad, mert akármilyen benti macska vagy, azért a segjük a segjük kapitány. Hello, főnök, a bárszéken ücsöröghetsz. Ha-ho? Főnök úr, legyen kedves. Úgy nektek válaszoltam. Kérdeztétek, hogy hány gram szénhidrát van ebbe a fájtlisztbe, meg mit tudom én. Van ennek egy csökkentett változata is. Abba kevesebb van, csak abba tojás kell. Nézd, ott a ki barátod. Kézzed, de Jackie pózoltant. Főnök, menjen le! Na most lefeltöltenítem az asztalt, és utána nekiállok csinálni, mert holnap megyünk, Sobri Jóska, kalandfarba elviszik a Leilát. A Geri kiskorában volt ott, ő is jön, mert nosztalgiázni akar. Úgyhogy, ja. Na jó van. Látlak, elbújtál a szív mögött, én látlak, hogy ott vagy, főnök. Na jó van, akkor hol is ült ez a kis... ki baba? Itt. Itt feküdt, vagy ült félig, de majd mindjárt az egészet inkább lesz, de nem leteszem addig a kamerát, aztán lefújom.